A szlovák válogatottal ott volt az első vesztes VB-selejtezőn, klubcsapatával szlovák ellenfélen túljutva kerültek ismét a labdarúgó Európa Liga csoportkörébe. A bécsi zöldeknél mellette már más magyarok is szerepelnek. Kapcsoljuk Novota Jánost, a bajnokságban most harmadik Rapid Wien magyar kapusát. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! János, a csapat szereplésével még az Európa-bajnokságon ott voltál, nem játszottál, erről előtte is beszélgettünk, de összegészében mi volt a benyomás Szlovákiában, mennyire voltak az EB szerepléssel elégedettek? Elégedettek voltak, mivel az volt a célunk, hogy a csoportot tovább jussunk, és aztán mindig ugye azon is múlik, hogy milyen ellenfelet kapsz, és hát mi a németeket kaptuk, úgyhogy nem volt könnyű dolgunk. Egy barátságos mérkőzésen még az EB előtt Augsburgban sikerült nyernünk 3-2-re, akkor természetesen néhány sztárt pihentettek, de sajnos az EB 8-et döntőjében 3-0-as vereséget szenvedtünk. Na most ugye elindultak a VB-selejtezők, és Sam Allardyce nagy szombaton 95. perces Lallana gólos győzelemmel mutatkozott be ellenetek Anglia kispadján. Dühítő meccs volt, szóval nem véletlenül robbant fel Ján Kozák kapitány is a végén? Dühítő volt, az volt dühítő tényleg, hogy az utolsó, vagy az utolsó utáni pillanatban kaptuk ezt a gólt, és tényleg küzdött a csapat az egész mérkőzés során. Viszont ha objektívak vagyunk, akkor be kell vallani, hogy az angolok jobbak voltak az egész meccs alatt, és több helyzetet sikerült kialakítaniuk. Úgyhogy végülis megérdemelten nyertek, csak hogyha pont ilyenkor kapsz egy gólt, akkor az természetesen nagyon, nagyon tud dühíteni. Na most kispadon voltál a VB-selejtezőn, azt lehet jósolni, hogy továbbra is a pilzeni Mattus Kozácsik az első számú kapus? Mikor jön el a te időd? Hát bízom benne, hogy el fog jönni, de nagyon, nagyon nem foglalkoztat most ez még. Végül is jól védett, Mattus jól védett az EB-n, jól védett most az első mérkőzésen is. Kicsit pehes gólt kapott, ugye megpattant a labda, azt hiszem, most a lábai között ment be, de ez olyan dolog, hogy ilyen dolog miatt nem lehet hibáztatni, és tényleg számomra ő volt a csapat egyik legjobbja a nagyszombati mérkőzésen. De az nem kérdés, hogy te vagy a második, igaz? A szintén Európa Ligás Liberecí Dubravka előtt a keretben. Igen, igen, az információim szerint ez így van. Azt mondd még meg, csak érdeklődés, hogy a szlovák válogatottban a Pengés, Weiss és Stoch miért maradt ki most a keretből? Weiss a sérülés miatt, beszélt is az edzővel, úgyhogy tudott róla, és Stoch pedig hát volt egy kisebb konfliktus az edzővel, és az edző nem hívta meg a VB-selejtezőre. Na most a ti selejtező csoportotok Anglia, Málta, Skócia, Litvánia, Szlovénia. Hogyan kalkulálsz a pehes nyitány után? Milyen esélyetek van ebből a csoportból tovább lépni? Ugye ez nehezebb, mint az EB csoportok. Igen, nehezebb, ugye csak egy csapat jut egyenesen a VB-re. És persze ez az első mérkőzés sem volt nagyon jó a számunkra, így, hogy elvesztettük. Nagyon nehéz lesz a számunkra, de én azt mondom, hogy ez egy nagyon kiegyenlített csoport lesz még. A skótoknak is egy nagyon jó csapatuk van, úgyhogy még minden lehetséges, szeretnénk tényleg a végsőkig küzdeni azért, hogy esélyünk legyen kijutni. Na most közben az Európa Ligában, ahol megint főtáblások vagytok, megszületett a csoportbeosztás, nézzük azt, hogyha néztük a válogatottat, nektek a Rapiddal, Bilbao, Genk, Sassuolo. Hát nem tudom, ezt előzetesen aláírtad volna, szóval azért lehetett volna ennél könnyebb? Lehetett volna könnyebb, de lehetett volna nehezebb is. Szerintem nem egy rossz csoport, attraktív ellenfelek is vannak, úgyhogy szerintem innen tovább is lehet jutni, de meg is lehet égni, úgyhogy meglátjuk, hogy mit fog hozni ezek a küzdelmek. Mit gondolsz, nektek van több esélyetek a csoport továbbjutásra, vagy mondjuk az ősi ellenfél Liláknak, az Ausztriának, amely például az AS Rómával van egy csoporton? Szerintem ebből a csoportból talán nekünk van nagyobb esélyünk, de itt is ugye az Athletic Bilbao egy nagyon-nagyon erős csapat.
a Genk ellen már játszottunk, hanem tudom, 2013-ban a csoportban két döntetlent értünk el, 1-1 és 2-2, és úgy szintén egy nagyon, nagyon erős, kellemetlen ellenfél volt. És így a válogatottban kérdeztem a srácokat a Sassuolóról, és mondták, hogy ők is egy nagyon jó csapat, nem hiába végeztek Európa Ligás helyen az olasz bajnokságban, úgyhogy nekünk sem annyira könnyű a csoportunk, de így most nehéz összehasonlítani, hogy kinek könnyebb. Ugye ott van, ha jól tudom, az Ausztriának, ott van a Viktoria Plzeň is, úgyhogy nem egy egyszerű csoport. Na most azt mondd meg, hogy annak ellenére, hogy az Európa-bajnokságban a magyar válogatott megverte Ausztriát, a magyar, a szlovákon kívül az a közép-kelet-európai ország, amelyiknek sajnos nincsen főtáblás csapata most a nemzetközi kupákban, míg három osztrák klub is ott van az Európa Ligában a csoport mérkőzéseken. Az osztrák futball azért ezek szerint klubszinten folyamatosan erősödik a magyarhoz képest? Erősödik végül is. Nehéz elmagyarázni, hogy mi miatt lehet ez, hogy tényleg majdnem minden évben egy csapat bejut a csoportkörökbe az Európa Ligában, vagy a Champions League-ben. Hát a Salzburg ugye megengedhet magának tényleg játékosokat venni, szóval nem csak szabad játékosokat igazolni, és nálunk pedig jobban azt hiszem, hogy az miatt van, hogy a fiatalokkal jól dolgoznak. Jó, most ebben az átigazolási időszakban nyáron mi is igazoltunk játékosokat, ami a Rapidra nem volt jellemző, hogy tényleg pénzért venne játékosokat. Mi pedig most ezt tettük, úgyhogy én is kíváncsi vagyok, hogy ez milyen szezon lesz. Az elején nem volt rossz, sajnos tényleg az Európa Liga selejtezők között elment néhány pontunk a bajnokságban, de bízom benne, hogy visszahozunk majd. Na most úgy tűnik, hogy otthon a Bundesligában, a bajnokságban is számít rád a Greuther-Fürth kispadjáról érkezett Michael Büskens mester. Hogyha az Európa Ligát nézzük és a hazai bajnokságot, te leszel az első számú kapus egyértelműen a Rapidnál? Én bízom benne, és ebből indulok ki. A fociban viszont minden lehetséges, úgyhogy senki se lát az edzők fejével, én se. De bízom benne, igen, hogy én leszek az első számú kapus, és mindent meg fogok tenni ezért. Na most, magyarként, felvidéki magyar emberként most már magyarországi magyar kollégák is ott vannak, találkozol velük a Rapid csapatában. Ugye ott van Szalai Attila, illetve a másik magyar fiatal Szántó Tamás most már rendszeresen kap lehetőséget is. Ez egy speciális viszony számodra, hogy ott vannak a magyar srácok? Hát én nagyon örülök, hogy igen. Magyarul tudok beszélgetni valakivel, és nagyon jól megértjük egymást. Attila ugye a másik csapatban, az amatőr csapatban játszik, de még májusban volt lehetőségem egy meccset lejátszani vele a regionál ligában, és egy nagyon jó védőről beszélünk. Tomi pedig tényleg számomra egy nagyon nagy tehetség, aki nem csak ott tehetség, hanem nagyon jó a hozzáállása is, ahogy viselkedik az öltözőben, úgyhogy szerintem nagyon szép jövő vár rá, hogyha így fogja folytatni, és továbbra is ugyanúgy mindent belefogadni az edzéseken. Hát igen, szerintem neki nagy lehetőségei lesznek még itt a futballban, de hogyha lehetne kívánni, János, mondd meg végül, a különböző frontokon milyen szezonnal lennél elégedett a Rapidnál? Hát persze úgy, hogy az összeállítás Novotával kezdődik. Igen, természetesen, de még jobban örülnék annak, hogyha megnyernék a bajnokságot, a hazai kupát esetleg, és tényleg minél jobban szerepelnénk az Európa Ligában, hogyha tovább jutnánk a csoportból, az egy nagyon, nagyon nagy dolog lenne újra, és aztán pedig már minden benne van. Na hát legyen így, erős szezont kívánok neked, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, szia! Köszönöm én, szép napot, sziasztok!